Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt vizsgálódik a rendőrségi a Kapp Péter ellen. A Telex úgy tudja, hogy a volt Jobbik elnök 103 millió forint értékben írt alá szerződéseket a frakcióvezetés beleegyezése nélkül. Jakab Péter válaszul azt írta a közösségi oldalára, hogy támadják csak, ahogy akarják, nem fog meghátrálni és marad a néppártján. Emberpróbáló idők állnak mögöttünk, és úgy tűnik, hogy emberpróbáló idők állnak előttünk is. Erről még a választások éjszakáján beszélt Jakab Péter. Úgy tűnik, az ember próbáló idők két hónapja Jakab politikai életébe is elérkeztek, amikor lemondott elnöki posztjáról, majd leváltották a Jobbik frakció éléről. Nem maradt el a folytatás sem, ugyanis a feljelentésekben jártas Tényi István hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt feljelentette Jakabot, mivel az szerinte 80 millió forint kifizetéséről írt alá szerződéseket a frakció tudta nélkül. Kerestük az ügyben Jakab Pétert, de nem értük utol. Facebook oldalán viszont arról ír, támadhatják, ahogy csak akarják, fideszesek vagy a velük megalkuvók, soha nem fog meghátrálni. Bíró László, a Jobbik korábbi borsodi regionális igazgatója egyike azoknak, akikkel szerződést kötött volna a volt frakcióvezető. Én nem Jakab Péterrel szerződtem, én a Jobbik Magyarországért mozgalom frakciójával szerződtem, akinek az akkori frakcióvezetője a szerződés pillanatában Jakab Péter volt. Bíró kérdésünkre elmondta, a szerződésben bruttó 300 ezer forint szerepelt, amiért cserébe agrár és energetikai szaktanácsadásban segítette volna a pártot. A szerződés végül nem jött létre, aminek hátterében bíró szerint politikai vita áll. Nem értem, hogy miért kell nyomozni és miért kell a nyomozóhatóságokat terhelni. Nyilván ennek van egy politikai háttere, egy politikai indítatása, de valójában ez semmi másról nem szól, csak politikai haszonszerzésről. Mi voltunk azok? A Telex információi szerint Jakab két körben akart szerződéseket aláírni az asszisztenséhez közel álló személyekkel 4 évre, először mintegy 103 millió forint értékben. A tervről a frakció szerzett tudomást méghozzá a második szerződéscsomag előtt 1-2 nappal, tudatta híradónkkal a Jobbik. A Telex szerint, amikor Jakab pár nappal később újabb szerződéseket akart leadni az országgyűlés hivatalának nagyjából bruttó 83 millió forint értékben, kiderült, hogy nincs mögöttük fedezet. A Jobbik megkeresésünkre azt írta, nem a szerződésekben volt ennyi összeg. Ez az összeg a megkötött és megkötni szándékozott szerződések a ciklus végéig, illetve a tervezett szerinti lejárati dátumig szóló együttes bruttó összege, tehát a szerződési tömeg. Hozzátették, a pártnak tekintettel arra, hogy ezek a frakció szerződései semmilyen dolga nincs. A BRFK az ügyben feljelentés kiegészítést rendelt el. Kerestük a rendőrséget, hogy hol tart a nyomozás, de adásunkig nem kaptunk választ.